2022. február 6-án startolt el a Sztárban Sztár 8. évada, amelyben ismét 12 híresség szállt harcba egymással az ország legsokoldalúbb művésze címért. Íratlan szabály, hogy minden szezonnak van egy ügyeletes bohóka, a 7. évadban Curtis produkciói dolgoztatták meg a rekeszizmokat, 2017-ben Pápai Joci garantálta a könyvfakasztóan vicces pillanatokat. Zambó Krisztián és Zsuzsika a Sztárban Sztárban. Idén Zambó Krisztián felel a humorért. Először Csepregi Évaként, a múlt héten az IMTO Sexy című sláger előadójaként nevettette meg a közönséget. Az 5. adásban azonban komoly feladatot kapott, az idén januárban elhunyt Meat Loaf bőrébe kellett bújnia. TV2, Sztárban Sztár. Az előadó leghíresebb slágerét adta elő. Az 1993-ban kiadott Idédú Anything for Love 28 országban landolt a slágerlisták élén, és a következő évben 2 Grammy-díjat hozott az énekesnek. A cikk az ajánló után folytatódik Színóra vendége ezúttal Dr. Lukács Liza krízis tanácsadó szakpszichológus lesz, akivel azokra a nehéz kérdésekre keresik a válaszokat, hogy milyen tényezők állhatnak az érzelmi evés hátterében. Az ezzel kapcsolatos hiányokról és a lehetséges megoldásokról is beszélgetnek, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a sokakat érintő problémával. Többek között ezekre is választ kapunk majd az áprilisi Femina Klub estjén. Pontos részletek az estről itt olvashatók, femina.hu, Femina Klub jegyek kizárólag online érhetőek el, kattints ide a vásárlásért. Időpont 2022. április 25-18 óra. Helyszín, József Attila Színház promóció. Mint minden produkciónál, a műsor készítői most is az eredeti klipet álmodták újra a színpadon. A kisfilmben Meat Loaf szörnyalakban tűnik fel, és a gyönyörű modell, Dana Patrick Leigh táncot körülötte. A meghódítandó hölgy a Sztárban Sztárból sem maradhatott ki, Zambó Krisztián menyasszonya vállalta ezt a szerepet. Zsuzsika 15 évig versenyszerűen tornázott, így nem meglepő, hogy mindenkit lehengerelt a színpadi mozgásával. A megjelenése is lélegzetelállító volt, egy hófehér, áttetsző anyagú ruhában lépett színpadra. A dal után Zsuzsika elárulta, rettenetesen izgult, hogy minden jól sikerüljön. Végül kiderült, teljesen alaptalan volt a félelme, Zambó Krisztián a zsűrinél és a nézőknél is tarolt, előbbi maximum pontszámmal jutalmazta az alakítását, utóbbi megszavazta az est győztesének, így automatikusan tovább jutott a következő fordulóba. Deutsch Anita flitteres ruhában a Dancing with the Stars-ban. Kinizsi Otto a Dancing with the Stars második évadának második helyezettjeként végzett, de a parketten nem csak őt láthatták a nézők, 2 adásban a felesége, Deutsch Anita is részese volt a koreográfiának. Képes összeállításunkban mutatjuk, milyen dögös volt, valamint további sztárokat is láthatsz flitteres ruhában. Coverfotó, TV2, Sztárban Sztár.